Hosszú-hosszú évek óta idén is virágba borult a tubarózsa az ázsiás kertben. A Dél-Amerikában vadon termő porcelánfehér virágzatú növényt Európába a szépségipar hozatta, hiszen a növény szirmaiból igen erős illatú parfüm alapanyag nyerhető ki a megfelelő fizikai-kémiai eljárások során. Az elszaporodás az nem eléggé gyakori, nem mondhatnám azt, hogy nagy területen elszaporodott. Ez a növény, amit mögöttem látható, ez is Erdélyből, Torda környékéről származik, ahol nagyobb területeken, kis középüzemi módon parfüm virágnak termesztették. Mert onnan szaporítottam fel, és szaporodott el nálam. Hát nálam ugye a parfüm mennyiség nem terem meg ebből a virágból, ebből annyi terem, amennyit a családnak, barátaimnak és egy-két érdeklődőnek meg tudok mutatni, és a családom kedvence. A termesztetőségéről annyit, hogy hidegérzékeny, tehát fagyérzékeny, gyakorlatilag nem kötelező felszedni ősszel, mikor leterem, de ajánlatos egyébként, mert nem lehet tudni a télnek a szigorát, ezért általában ősszel felszedem, megfelelő módon kiszárítom, és egy ilyen közepes pince hőmérsékleten tárolva tavaszig remekül érzi magát. A 100-120 cm-re megnövő tubarózsa hazánkban igazi különlegességnek számít. Gondozása nem túl egyszerű. Rizómái rendkívül érzékenyek melegre, hidegre, pangóvízre egyaránt. Az elvirágzott növény rizómája csak évek múltán fog újból virágot hozni. Megfelelő gondoskodás biztosítása mellett azonban a nyár végén kecses szépségével és karakteres illatával a kert éke lehet bárkinél.